Az érd elleni mérkőzésünk igazi rangadónak ígérkezett, mégis nehéz volt most a focira koncentrálni. Ma szűrünk Vidics János halála miatt, akire gyászszünettel emlékeztek meg a csapatok a kezdő sípszó előtt. A sokból időbe telt, míg fel tudtunk ocsúdni, az Érd fél perc után kapufával jelentkezett. Az első félidőben több meleg pillanatot átéltünk a kapunk előtt, de szerencsére megúsztuk kapott gól nélkül. A második félidőt viszont mi kezdtük jobban. Szép akció után csapatkapitányunk Magasföldi József, aki az első 45 percben csak lesgólig jutott, most higgadt befejezést választva megszerezte a vezetést. Alig pár perccel később meg is duplázta a Fort csapatunk, ezúttal Demeter Zsombor volt a befejező. Az első gólunknál Kern Martin, a másodiknál pedig Dusinszky Szabolcs adott szép gólpaszt. Az érdiek újabb két kapufát is rúgtak, de az égiek most velünk voltak. Sőt, szép támadás végén Demeter belőtte a harmadik gólunkat is. Az Érd ráadásul emberhátrányba került német második sárga lapja után. Szépíteni azért így is tudtak a vendégek, de a vereséget nem kerülhették el, sem azt, hogy megelőzzük őket a tabellán, bár ezen a napon az eredmény kevésbé számított. Szívből gratulálunk, még hogyha most a szívünk nehéz is. Jó mérkőzés, nehéz előzményeket követően. Történt velünk egy olyan tragédia, ami több esetben egy társaságot meg tud törni. Viszont a mi közösségünk egy nagyon erős közösség. És ez a történés, én azt gondolom, hogy még erősebb csapattá formált minket. Ez a mérkőzésen is látszott. Tehát, hogyha Jimmy most itt lenne, azt mondta volna a meccs előtt, hogy fókuszáljunk a feladatokra, célokra, mert ő is ezt tette volna, ő egy ilyen ember volt. És azt hiszem, ebben a nagyon kis rövid időben mérkőzés előtt ezt a gondolatiságot sikerült átadni a srácok felé. És hogyha a meccsre, amennyire emlékszem, mert azért az érzelmek tomboltak mindenkibe, az első fél időben még érződött a hatás. Nem játszottunk rosszul, de voltak olyan taktikai félreértések, amelyeket le kellett tisztázni a fél időben. Az ellenfelünk az első fél időben tudott veszélyeztetni a labdaszerzés után, de aztán a második fél időben a csapat azt hiszem megértette azt, hogy van keresnivalónk ezen a rangadón, és ennek alárendelt mindent. Tehát a második fél időben az a három gól az gyönyörű volt, minőségi volt, és teljesen jogosan tartottuk itthon a három pontot, független attól, hogy milyen pozíció fogunk a tabellán elfoglalni, ez most nem érdekes. NB3-as vezetőedzőként, ha jól számolom, 20 meccset nem kaptam ki a Puskás Akadémián, de ezt a 20 meccset most elcserélném arra, hogy a Jimmy velünk legyen újra. Köszönjük.